Köszöntöm a Háttér Extra nézőjét, ugye ma reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy kijárási korlátozást vezetnek be holnaptól, tehát szombat éjféltől Magyarországon egyelőre 2 hetes intervallumra. Hogy pontosan a korlátozás mit jelent, erről fogunk beszélgetni dr. Völner Pál igazságügyi államtitkárral. Köszöntöm a vonalban. Üdvözlöm a nézőket. Szóval reggel a Kossuth Rádióban hallottuk miniszterelnök urat, és azóta nyilvánvalóan már megpróbáltuk értelmezni, kijött ugye a rendelet, és azt el lehetett olvasni. Mi ez a korlátozás egészen pontosan? A korlátozás annak a jogszabályi háttere, hogy kötelező módon azoknak az érintkezési kapcsolatoknak a számát, amikor ember emberrel találkozik, hogyan tudjuk csökkenteni, hogyan tudjuk ezzel is a járványnak a terjedését bekorlátozni. Tehát ugyan kijárási korlátozásról beszélünk, de ez egyben járványügyi korlátozás is, tehát a vírusnak is korlátozást jelent. Minél kevesebbet találkozunk egymással, annál kevesebb esélyt adunk arra, hogy egy személy mondjuk 2 vagy 3 szemét megfertőzön, továbbadja a vírust. Tehát ha ugyanabban a körben mozgunk nap mint nap, és nem vagyunk betegek, akkor nem találkozunk olyan emberrel, aki esetleg vírushordozó lehet. Ha felszabadítjuk ezt az egész történetet, akkor pedig láthatjuk, hogy olyan események történhetnek, mint Olaszországban, ahol például a bergámói polgármester nyilatkozta, hogy a Atalanta-Valencia mérkőzés, ahol 40 ezeren voltak jelen, és már a vírus ott volt Észak-Olaszországban, egy nagyon nagy katalizátora lehetett ennek a járványnak, hogy az odautazás, a mérkőzés, utána a különböző szórakozóhelyeken ennek a folytatása annyi érintkezési alkalmat jelentetett, ami jelentősen megdobhatta az amúgy is jelenlevő járványnak a gyors elterjedését. Ha másik irányba megyünk, amit ezt a rendelet is mutat, hogy hogyan tudjuk a legszükségesebb esetekre, tehát a munkára, a legszükségesebb bevásárlásra, a különálló mozgásformákra, például a szabadba történő mozgásra átterelni ezeket a életviteli eseményeinket, vagy éppen a bevásárlás nagy a 65 év felettiek, akik egy különösen veszélyeztetett korosztály, ha nincs, aki bevásároljon nekik, akkor mégis legyen egy olyan időszám, amikor csak ők mozognak, és nem találkoznak esetleg tünetmentes vírushordozókkal, akik egyébként meg se betegednek, csak továbbadhatják ezt a vírust. Tehát ezek a rendelkezések mind-mind ezt szolgálják, hogy minél kisebb mértékben és minél lassabban terjedjen ez a járvány. Igen. Persze rögtön mindenki kérdéseket fogalmazott meg magában, hogy akkor ez kikre és hogyan vonatkozik, ami ugye egyszerű és tényszerűen le van írva, nagyjából 3 főpontra lehet venni. A mindennapokban, ami mindenkit érint, tehát ugye a boltba és egyéb helyekre elmehetünk, de akkor egy picit tisztázzuk ezt, hogy mit tehetünk meg, hova mehetünk el a korlátozás ideje alatt. Hát én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy mehetünk élelmiszerüzletbe, de akkor menjünk egy helyre, egy alkalommal, és amennyi vásároljunk be legalább egy napra. Tehát ugye van a drogéria, vagy akár a gyógyszertár. Most nem azt mondom, hogy legyen felvásárlás, mert van megfelelő áruellátás, de az észszerű létszámra korlátozzuk ezeket a... készítsünk listát, hogy nehogy elfelejtsünk valamit. Tehát ilyen praktikus dolgokkal is csökkentsük ezt az esélyt. Vagy gondoljunk arra, hogy most mi interjút készítünk, de ezt is telefonon végezzük, mert nyilván meg tudtuk volna oldani talán technikailag, hogy bemenjek, de ez is egy felesleges kontaktus lett volna ebben az esetben, hiszen ugyanígy a kérdéseket fel lehet tenni, a válaszokat meg lehet adni. Tehát mindenkinek tanácsolom, hogy e-mailbe, telefonon, és egyéb formában intézze az összes olyan ügyet, amit lehetséges. És mondom, a szeretteinkkel is, azokkal találkozunk, akikkel nap mint nap vagy együtt lakunk, akik távolabb vannak, vagy ritkábban szoktunk találkozni, akkor bírjuk ezeket az időszakokat, hogy ezeknek a hál' Istennek meglévő modern távközlési eszközöknek a segítségével használjuk ki, és úgy beszéljünk egymással, és úgy találkozunk egymással. És azt a távolságot, amit a rendelet is előír, tehát ez a minimum 1,5 méter, ezt még minden érintkezésnél tartsuk be. Nos, akkor ami még konkrétum, az idősekre vonatkozik, őket megkérték, rendeletben kérték meg, most azért sarkosítsunk, ezt akartam mondani, de a rendelet tartalmazza, hogy a 65 év felettiek reggel 9 és dél között mehetnek el vásárolni. Igen, ez egy olyan korlátozás, ami szintén az ő érdekükben született, ahogy utaltam is rá. Tehát, hogy
olyankor olyan személyek, akik mondom egészségesek, vírushordozók nem ebbe a korosztályba talán tartoznak, azok gyakorlatilag ne ilyenkor menjenek oda, és ne találkozzanak az idősekkel, mert mondom, hogy ők a legveszélyeztetettebb korosztály, ők pedig más időpontban azért nem mozogjanak, hogy szintén mondjuk ne vigyék tovább a kortársaik közé ezt a vírust, hogy esetleg máshonnan viszik oda. De ennek ellenére, hogy van ilyen vásárlási lehetőség, még egyszer hangsúlyoznám, nagyon sok önkéntes, vagy akár hozzátartozó szomszéd, nagyon sokan ajánlkoznak, éljenek ezzel a lehetőséggel, és kérjék meg őket, hogy a bevásárlásaikat akkor ők intézzék, tehát még ha lehet, akkor ebbe az idősába se tegyék ki magukat annak a veszélynek, hogy olyan személyekkel találkoznak, akikkel egyébként nem szoktak, és nem tudjuk, hogy milyen körből jöttek, honnan hozhatják magukkal esetleg ezt a fajta betegséget. Nyilvánvalóan sajnos a vírus az nem válogat a tekintetben, hogy hamarosan azért itt a húsvét is, ugye az egyik legnagyobb katolikus ünnepünk, Jézus feltámadását ünnepeljük, és a korlátozás pont talán nagy szombaton tér véget, de sajnos gondolom a húsvéti időszakról, ha már erős, azért most már belátható időn belül itt van a húsvét előttünk, gondolom sajnos most hát ez korlátozottan kell, hogy megtörténjen. Hát láthatjuk, hogy az egyházak már korlátozták a hitéleti tevékenységüket, tehát gyakorlatilag a szentmisék, istentiszteletek nem nyilvános formában, tehát gyülekezeti vagy éppen plébániai formában történnek, hanem online mise lehetőségek vannak, istentiszteleti igehirdetési lehetőségek. Ezeket valószínűleg fenn kell tartani ezt követően is, hiszen ez a folyamat, amiben vagyunk, ez nem szüntette meg a járványt, tehát ez egy hosszan elhúzódó folyamat. Láthatjuk a különböző sajtóorgánumokban a szakemberek részéről ezeket az ábrákat, amelyeket bemutatnak, hogy két megoldási mód van, ugye egy nagyon rövid idő alatt egy nagyon magas esetszámmal, sok halálesettel történő járvány átfutás, de ezt is akár 3 hónapra is kiterjedhet, vagy pedig időben sikerül kisebb esetszámmal folyamatosan haladva egy hosszabb időszakra terjedő járványt végigvinni, ahol megvan az esélye a súlyosan megbetegedetteknek arra, hogy elegendő kórházi kapacitás áll rendelkezésre. És ami ebben a rendeletben nincs benne egyébként, de a hírekben folyamatosan szerepel, hogy folyamatosan szállnak le a gépek, amelyek hozzák az egészségügyi felszereléseket, a védőeszközöket, tudjuk, hogy lélegeztetőgépeket hoztak, maszkokat, védőpajzsokat, overallokat, tehát minden olyan eszközt, ami az egészségügyben dolgozóknak elsősorban szükségük van, és ahogy egyre több eszközünk van, akkor egyre jobban sikerül szétosztani ezeket. Hál' Istennek a meglévő esetszámokhoz az eddig meglévő eszközök elegendőek voltak, de gyakorlatilag most egy olyan időszak van, amikor egy hosszú távú járványra felkészülve mindenből bőséges készleteket szerez be az ország. Gyakorlatilag a kormányzat bejelentette, hogy már most is mintegy 100 milliárd forintot, ami bődületes összeg, igen, költött a járvánnyal kapcsolatos kiadásokra, és az is bejelentésre került, hogy nincs korlátozva ennek a kiadásnak a mértéke. Igen. Na most, ha ugye mondtuk, és erről többször beszéltünk, most ön is említette, hogy egy hosszan elhúzódó védekezésre kell fölkészülnünk, akkor ez azt is jelentheti? És nyilván mindenki megkérdezi, fölteszi a kérdést, hogy a korlátozás egyrészről szigorodhat-e tilalommá, illetve a korlátozás akkor meddig marad érvényben? Tehát félreértés ne essék, ez tulajdonképpen olyan tilalom, akkor a korlátozás is egy tilalom, ami akár büntetést is vonhat maga után, tehát akár fittyet hányhat valakit. Tehát miniszterelnök úr megmondta, hogy a rendőrségnek elsősorban az a feladata, hogy segítse ezeknek a betartását. Igen. De ha valaki nem hajlandó betartani a segítség ellenére se, akkor azt akár meg is büntethetik egy 5000 forinttól induló szabálysértési bírsági összeg, az kilátásba helyezésre került. És mindent meg kell tenni azért, mondom, hogy keretek között tartsuk ezt a járványt, és ebben mindannyiunknak megvan a felelőssége. Az is látható, hogy most ez 2 hétre született ez a kormányrendelet. Ennek egyébként megint csak egy nagyon egyszerű oka van, nem tudjuk, hogy utána meg kell hosszabbítani, de hogy azt a bizonyos törvényt, ami a kormányrendeletek 15 napon túli hatáját biztosítaná,
azt az ellenzéknek a magatartása miatt, hogy nem tudtunk erről kedden szavazni, mert nem járultak hozzá, hogy igen, a kormánypártok szavazanak róla kedden. Ezt csak a jövő héten tudjuk elfogadni. Ezért kellett például a tisztifőorvosasszonynak is különböző rendeleteket alkotnia. Például a határzárral kapcsolatos rendeletek, volna, azoknak lejár a hatája, és igen, ezeket. Most ez is nyilvánvaló, hogy hozhat ilyet a tisztifőorvos, de azért könyörgöm, országos keretek között azért a kormánynak kell kellő felhatalmazással rendelkeznie, hogy a szükséges ideig tudja ezeket az intézkedéseket hatályba tartani. Erről mondom, a jövő héten dönt a parlament. Én nagyon sajnálom, hogy itt a politikai játszmák játszóterévé tették az ellenzéki pártok ezt a kérdést, és nem voltak hajlandók azt sem elfogadni, hogy szavazással kerüljön a sor ezen a héten. Nem tudom, hogy mit akartak ezzel elérni, hiszen tudták, hogy a jövő héten úgyis meg fogjuk szavazni. Tehát igazából azok a fajta rágalmaik, amiket előálltak, hogy itt diktatúra lesz, meg a sajtószabadság korlátozása, ugye a rémhírterjesztés az büntetve lesz súlyosabban, hogyha a sajtószabadság a rémhírterjesztés jogát jelenti, akkor szerintem nagyon rossz állapotban vagyunk. A másik pedig, én a parlamentben is fölhívtam a figyelmüket arra, hogy majd nagyon kíváncsi leszek, mikor vége lesz a veszélyhelyzetnek, ez a törvény és maga a kormányrendeletek is a hatályukat veszítik, akkor majd hányan fognak fölállni közülük és bocsánatot kérni azokért a hazugságokért, rágalmakért, amelyeket most elkövettek. Hát igen, hát sok minden fog még történni nyilvánvaló, és még egyszer mondom, akkor a korlátozás kapcsán ön is elmondta, hogy ez most egy kéthetes időszakra vonatkozik, aztán majd meglátjuk, és gondolom természetesen, mint ahogy eddig is minden nap tájékoztatást kaptunk a kormány részéről, vagy az operatív törzs részéről a döntésekről, természetesen ezt mi is követjük majd, és akkor, ha úgy adódik, akkor szeretnénk, hogyha ezt meg tudnánk önnel beszélni. Köszönöm a lehetőséget, és máskor is természetesen szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, mindenütt viszont lát, hallásra. Viszont. A napokban jelentette be a MOL, hogy az almás fűzítői gyárát átalakítja, és napi 50 ezer liter fertőtlenítőt tud majd előállítani, amivel természetesen a vírus védekezést segítik majd. Itt van velünk Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, Skype-on keresztül. Üdvözlöm! Szép jó napot! Ugye bejelentették ezt az átállást, ami igen nagy mennyiségű fertőtlenítőszert jelent naponta. Ez egyébként már felmérték, hogy az igényeknek megfelelően mennyi, hány százalékot jelentett most jelenleg? Ez gyakorlatilag lefedi az ország igényét. Hogy jött az ötlet arra vonatkozóan, hogy ezt meg tudják egyáltalán tenni, és mikor gondolkodtak azon, hogy ezt meg is lépik? Hát akkor, amikor látszódott, hogy elkerülhetetlenül a vírus be fog jönni Európába is, és Magyarországra is, meg a szomszédos országokba is, akkor rögtön megnéztük azt, hogy egyrészt a saját, másrészt pedig az ország védekezését mivel tudjuk segíteni. Az egyik fel az teljesen nyilvánvaló nekünk, az energiabiztonságot, az energiaellátást kell az ország lakosságának, az ország közüzemeinek biztosítani, ameddig csak tudjuk és ameddig képesek vagyunk rá, ezért mindent meg kell tennünk. A másik fele pedig mi az, amit ezen túl tehetünk. Megkérdeztük mind Magyarországon, mind Szlovákiában és Horvátországban, hogy azok a vegyipari üzemek, amik a MOL-nak dolgoznak, a MOL-nak a lányvállalatai, azok hogyan tudnának ezt hozzájárulni. Közben perceken belül az is jött, hogy hiszen láttuk ezt már más országokban, ahol a járvány már előrébb volt, mint Magyarországon, vagy Közép-Európában, hogy a fertőtlenítőszer az pillanatokon belül hiányzik lett. Ez onnan is lehetett látni egyébként, hogy külföldi megrendeléseket, amiket korábban magyarországi vállalatok vagy magyar kormány tett, azok visszamondták sorba a megrendeléseket. Igen. Almás fűzítő, Tínföldgyár jelentkezett, hogy át tudnak állítani egy gépsort nagyon gyorsan. A receptúrát azt a WHO alapján megkérdeztük, hogy tudjuk azt a receptúrát biztosítani. Alkoholt Magyarországról kellett tudnunk biztosítani, hiszen nem tudtuk, hogy a határok átjárhatósága mennyire lesz folyamatos és mennyire lesz egyenletes. Egyáltalán rendelkezésre áll le külföldi forrás, tudtuk az alkoholt Magyarországon biztosítani. A többi kísérő vegyi anyagokat, amik a puhasághoz kellenek ahhoz, hogy a kézre, amikor ezt rátesszük, vagy a test egyéb részét fertőtlenítjük, az ne egy kemény, robosztus anyag legyen. Rendelkezésre álltak.
Ehhez már csak egy kellett, hogy a receptúrát engedélyezze a magyar hivatali rendszer. Ezt nagyon gyorsan megkapta a MOL lányvállalata, almásvizítői lányvállalata. Ugye amikor megtörtént ennek a Nemzeti Népegészségügyi Központ általi engedélyezése, a gyártás gyakorlatilag azonnal elkezdődött. A kiszállítások azok megkezdődtek raktárba, illetve várjuk azt, hogy a raktárból további kiszállítások történjenek az egészségügyi intézmények felé elsősorban, és utána pedig a kormány által jelzett preferenciát fogjuk alkalmazni. Ez lett volna a kérdésem, pontosan arra vonatkozólag, hogy elsősorban nyilván ezeket a fontos helyeket kell kiszolgálni, akik a védekezésben nap mint nap ugye küzdenek, ugye a különböző intézmények, kórházak, stb. Ezt ön el is mondta. Előfordulhat egy idő után, hogy képesek lesznek esetleg lakossági célra is ezeket gyártani, hogy hozzájussunk, mert ugye manapság nem, vagy csak nagyon ritkán lehet kapni fertőtlenítőt. Tehát nagyon gyorsan el fog jutni a lakossághoz is, tényleg napok alatt ezeket az intézményeknek az összes igényét ki fogjuk tudni elégíteni. És tekintettel arra, hogy folyamatos gyártásban vagyunk, és folyamatosan készülünk arra, hogy három műszakban gyártjuk ezt az anyagot, igazából ebből készletezni sem a kórházaknak, sem másoknak nem lesz érdemes, hiszen ez folyamatosan fog érkezni, ez a szállítmány. Amikor elláttuk ezeket az intézményeket, akkor ki fogjuk tenni lakossági piacra is. Azt is tudni kell, hogy ez lényegesen alacsonyabb áron kerül ki, mint a jelenleg forgalommal lévők, hiszen itt azért mindenki látott egy elég komoly áremelkedést, ezt természetesen mi nem követtük. Tehát mi ezt egyszerűen úgy tekintjük, hogy ez a MOL-nak a feladata. Ahogy mi a vállalaton belül szoktuk ezt mondani, hogy amíg a MOL működik, működik az ország is, úgyhogy mi azon vagyunk, hogy az ország működjön. És van még egy fontos dolog azzal kapcsolatban, hogy ha itthon, ugye most már ez tényleg minden igényt ki tud elégíteni, képesek leszünk esetleg segíteni és külföldre is eljuttatni ilyen fertőtlenítőt? Egyenlőre azokban az országokban, ahol mi aktívak vagyunk, ott ugyanezt a tevékenységet megkezdtük. Tehát Szlovákiában is és Horvátországban is ugyanez a gyártás beindult, és elkezdjük a feltöltését az ország készleteinek. Hogy azon túl tudunk-e exportálni, vagy nem tudunk exportálni, ez nyilvánvalóan részben piaci kérdés lesz, részben pedig az, hogy ezeknek az országoknak a hatóságai azok mennyire látják szükségesnek az ellátás biztonságnak a fenntartását. Azt azért hozzá kell tenni, hogy persze a saját polcunkra is fog jutni ebben az értelemben, hogy a MOL-nak a stratégiai üzemeit is el tudjuk látni ezekkel, sőt gyakorlatilag már el is láttuk tisztítószerekkel, mert ott is a 24 órás működési módot fenn kell tartani. Három műszakban dolgozik a finomító, a gázszállító, a petrokémiai üzemünk, a logisztikai üzemünk, nem is ragozom tovább. Ami még fontos, azt megfigyelhettük, hogy egy picit más téma, ha már itt vagyunk és a MOL-ról beszélünk, ugye, hogy az olaj, illetve az üzemanyag árak folyamatosan csökkennek, ennek mi az oka? Ennek, ugye ezt szokták mondani, hogy a baj az soha nem jön egyedül. Egyik feléről nálam mennyire baj a lakosságnak, hogy csökken az üzemanyag ár, tehát itt azért hagynék egy kicsit önző ebből a szempontból. De óhatatlanul a két dolog találkozott itt. Az egyik a kereslet oldalról egy érdemleges csökkenés, hiszen Európa több országában most már elrendelték a kijárási tilalmat, vagy kijárási korlátozásokat. A határok, amik eddig teljesen átjárhatók voltak, nagyon korlátosan lettek átjárhatóak. Európán kívül, Ázsiában is, és a fő piacokon, az Egyesült Államokban is gyakorlatilag hasonló intézkedéseket kezdtek el bevezetni, azaz csökken a fogyasztás. Ki kell csak menni, ki kell nézni az utcára, én Budapesten látom nap mint nap, hogy mennyivel kevesebb autóban üresek a hidak gyakorlatilag a csúcsforgalmi időpontokban is. Tehát csökken a fogyasztás. Ez lejjebb viszi a keresleti oldalt. És a másik oldal pedig a kínálati oldalon, ezzel szinte teljesen párhuzamosan egy érdekes árháború alakult ki a kőolaj piacán, és ez pedig az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország közötti, fogalmazunk úgy, hogy csata. Leegyszerűsítve a termelés visszafogásról volt szó, és arról, hogy visszafogják-e a termelést, vagy nem, és árkorlátozást életbe léptetnek, vagy nem. Ezzel gyakorlatilag, ezzel a mostani olajárral, ami 25 és 30 dollár között ingadozik jelenleg, ne felejtsük el, hogy 60 dollár körüli árcentrumról estünk le erre a szintre, viszonylag rövid idő alatt. Emellett az olajár mellett Amerika úgynevezett palaolaj kitermelésének a 80-90%-a nem nyereséges. A palaolaj szemben a hagyományos olajtermeléssel az egy nagyon gyorsan indítható és egy nagyon gyorsan leállítható termelés. Tehát viszonylag gyorsan látni fogjuk azt, hogy Amerikában
markánsan csökkenni fog a kőolajkitermelés, azaz a kereslet-kínálati egyensúlyba beáll egy új világrend. Hogy ez meddig fog tartani, és hogyan, és meddig süllyed, mi csak azt tudjuk mondani, hogy a hosszú távú trendek nyilvánvalóan nem ezt az olajárat igazolják, ami most van. Valószínűleg, hogy vissza fog térni az 50-60 dollár közötti intervallumba az olajnak az ára. Hogy ez egy hétig, két hétig, egy hónapig, két hónapig tart, fogalmunk sincsen. Ezt nem lehet megmondani. Gondolom azért az emelkedés az, ha ugye újra visszatér, akkor ez egy fokozatos lesz, vagy mennyire kell alattól? Vélhetőleg igen. Uh-huh. Vélhetőleg ilyen ugrás, én nem is emlékszem rá, hogy valaha történt. Én biztos, hogy amióta a MOL-nál vagyok 20 éve, azóta nem láttunk ilyen gyors ármozgást, mint ami az utóbbi hetekben volt az olajpiacon. Nagyon sokan ezt gyakorlatilag a 70-es évek olajválságának az időszakához tudják hasonlítani, hogy akkor történtek ilyen gyors ármozgások, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem csak az olajpiacon látszódik, hanem mindenhol. Egy más piacon is vannak olyan pontok, ahol a 33-as válság óta nem történt ilyen ármozgás, mint amilyen most van. Igen, de ugye múltkor volt nálunk nem is olyan régen, és akkor beszélgettünk sokat a MOL-ról is, de hogy mekkora vállalat, azért nyilvánvalóan önök is megérzik, de nem veszélyezteti azt, hogy a MOL-nak ennek hosszú távon mondjuk azon kéne gondolkodnia, hogy csődbe menjen. Hát azért mi is átálltunk azonnal egy másik gazdasági módot, tehát az egyik fele az magának a járványnak a felkészülésére, a járványnak a idézőjelbetében menedzselése házon belül. Hála Istennek, hogy a cég az rendelkezett az erre vonatkozó tervekkel, tehát ezt csak életbe kellett léptetni. Van egy operatív törzs a cégen belül is, amelyik gyakorlatilag ezeket az irányításokat átveszi, mind globálisan, hogy így fogalmazzak, mind pedig vállalatonként országosan, mert hiszen az, hogy a határok átjárhatósága korlátozott lett, sokkal nagyobb szerepe lett a helyi vállalatoknak, hogy hogyan tudják a válság intézkedéseit kezelni. És jön a másik fele, az a normális működés. Ahogy mondtam, bennünket három tényező van, ami mindennek előtt, a szemünk előtt kell tartani. Az első a saját dolgozóink, azoknak a családjainak az egészsége és biztonsága. A másik az ország energiaellátása. Tehát nekünk azokat a kulcsüzemeket, amik az ország energiaellátása szempontjából fontosak, és ide nyugodtan beléthetjük az üzemanyagtöltő állomásokat is, azoknak folyamatosan tudnia kell, hogy működjön. El kell látnunk energiából az országot. Ez legalább olyan fontos, mint az első. És a harmadik pedig az, hogy számunkra lesz jövő, tehát mi történik azután, amikor ezekre nem kerül sor, amikor már túl vagyunk a válságon. Azaz le kell csökkentenünk olyan szintre az együttműködési részeinket, amik biztosítják azt, hogy talpon maradjon a cég, mert van a válság után is jövő. A válság után pedig ott leszünk talpon, és ismételten folytatjuk azt a tevékenységet, amit eddig. És végül, de nem utolsó sorban, ezt a hármat még egy dolognak alá kell tudnunk rendelni, hogy lehetőleg annyi munkahelyet tartsunk meg, amennyit tudtunk. Ez így, ez nagyon fontos. Hernádi Zsoltnak nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és önöknek is jó munkát kívánunk. Jó munkát, és maradjanak otthon. Köszönjük szépen. Már is folytatjuk a Háttér Extrát, vendégen Bánhidi Vajk, a Kolping intézmény fenntartó főigazgatója. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, fontos, hiszen ön egyébként esztergomi, ezt biztosan sokan tudják, és egy országos intézmény fenntartó főigazgatója, ami azt jelenti, hogy önököz számos iskola és szociális intézmény is tartozik, jól mondom? Így van, pontosan 16 iskolánk van, többek között Esztergomban is. Tehát az esztergomi iskolánk is az egyik zászlós hajónk, az egyik legrégebb óta működő szakképzési intézmény, de vannak általános iskoláink, bölcsőde, gimnázium, sportgimnázium az ország különböző pontjain, illetve ezekről az intézményekről most nagyon sokat lehet hallani nyilván, tehát az oktatás ez több mint 1 millió embert érint, nem csak a diákokat, hanem a szülőket, de nagyon sok mindenkit, de ezek mellett, az intézményeink mellett egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon meghatározó csoport a szociális intézményeink sora. Itt 12 olyan kisebb intézményünk van, ami a szociális alapszolgáltatást látja, de ezeket támogató szolgáltnak nevezik. Ezek is az ország legkülönböző pontjain helyezkednek el, illetve van 4 úgynevezett bentlakásos intézményünk. Ezek azok az intézmények néhány telephelyjel, ahol mostanában, hát sajnos a rendkívüli helyzetre való tekintetben nagyon izgalmas dolgok történnek.
hogy lehet nyilvánvalóan ennyi fele figyelni és koncentrálni, illetve most már azért két hete zajlik lassan az átállás. Talán a szociális intézményekben már még régebb óta vannak szigorítások, látogatási tilalomra gondolok elsősorban, de milyen volt az átállás ebben az időszakban? Így van, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az oktatási átalakulást ezt mindenki látja. Tehát ez egyébként egy valóban előkészített folyamat volt, tehát az, hogy digitális anyagok utolérhetők, hogy digitális naplóban adminisztrálnak a tanárok, a diákok, ezt a szülők követik. Nagyon sok szinten nem is nagyon van olyan iskola, ahol lennének projektoros tantermek, tehát itt már egy elég komoly előkészítési folyamat zajlott. Talán azt is lehet mondani, hogy egy évtizedes előkészítési folyamat az, hogy a digitalizációnak a bevezetésére az oktatásba. Viszont azt, hogy itt lényegében a miniszterelnök úr ugyebár pénteken este jelentette be, pont ma két hete, hogy megváltozik a tanévnek a rendje, és hétfőtől pedig át kellett térni a digitális tanévre a mi iskoláinkban is, ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat volt. Elő volt tehát készítve, de így lényegében egyik napról a másikra, vagy péntekről hétfőre előkészíteni, ez egy rendkívül komoly teljesítmény volt, és itt elsősorban a tanár kollégáknak a munkáját szeretném mindenképpen kiemelni. Ugye én fenntartóként az igazgatókat, az iskoláink igazgatói tudtam arra utasítani, hogy milyen ütemben, milyen módon, milyen értekezetek összehívásával szervezzék meg a hétfői, vagy az első heti menetrendet. Ez mindenhol sikerült. Igen. Ami érdekes, hogy a mi intézményeink közül jó pár olyan van, ami icipici kis falvakban van. Tehát mondjuk, na igen, ezt akartam mondani, hogy azokkal mi a helyzet, ott mennyiben volt más? Tehát ugye mindenki általában arról hall, hogy itt, és itt rengeteg digitális tananyag, hogy interneten töltik ki. Én a kislányomon is látom, hogy a Mindszenti iskolában harmadikos, és minden nap érkezik a digitális tananyag. Szerintem egyébként nagyon arányosan. Viszont vannak olyan iskolánk, ahol például a diákok egy részének otthon nincs internet. Na most én most felmérettem ezt is az intézményrendszeren belül, és hát nagyon érdekes megoldások születtek. Szerintem erről is fontos beszélni, mert ez is hozzátartozik a realitásokhoz. Volt olyan, van olyan diákunk, például Szekszárdon vannak olyanok, hogy olyan faluból érkeznek az iskolába, ahol otthon nincsen egyáltalán internetük, és akkor a faluba kerestek olyan ismerőset, vagy felajánlottak emberek, hogy akkor az ő internetüket tudják igazából a diákok használni. De például Besenyszögön, vagy mondjuk a Pócs Petri iskolánkban, ahol tényleg nagyon hátrányos helyzetű, nehéz sorsú diákok élnek, ott például meg van határozva, hogy a hét melyik napján egy-egy úgynevezett osztálydobozba az iskola elé kiteszik a tanítónénék a tananyagot, fénymásolva összeállítva, és akkor a követ néhány nap múlva pedig a diákoknak ebbe a dobozba kell visszarakni. Aha. És akkor így nem online, nem interneten keresztül, hanem kiprintett hát formában, egy kvázi távoktatással. Tehát ilyen is van, ez is megoldódott. Én úgy gondolom, hogy az, ahogy ez az oktatási reform, vagy ez az oktatási átállás megtörtént, ez történelmi léptékű. Tehát ez a magyar oktatás ügynek egy olyan szintű, olyan fokú reformja, vagy fajsúlyos változása, mint mondjuk a Ráció Edukációnész volt 1777-ben Mária Terézia idejében. Tehát tényleg ez most túlzásnak hat, de ez biztos, hogy így van, tehát ez hosszú távon már látni fog. Mint szakember azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb választás volt, mint hogyha mondjuk bezárták volna az iskolákat, és akár mondjuk nyáron pótolták volna ki eső. Ez a lehető legjobb ötlet volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a központi kormányzat rendkívül jól mérte fel, hogy nem a szünetek terhére, meg nem például a nyári szünet terhére, hanem lényegében minden változatlanul működik tovább. Annyi történt, hogy a tanítás helyszíne az otthon mondjuk a nappali. Ez mondjuk természetesen a családokat kellő mértékben azért, hát hogy mondjam, megterheli. Én magam is látom, hogy azért, hát önnél is azért ez mind így van. Tehát a kislányom is, meg a feleségem is ugyebár tanár, tehát úgy otthon is vagyunk, de ritkán találkozunk. De hát ez egy, ennek minden összetettségével, de az biztos, hogy ez egy eredményes és sikeres folyamat, és azt hozzá kell tenni, hogy én azt látom, hogy a központi kormányzat részéről, és itt különösen dr. Manuzsa Zoltánt szeretném kiemelni, nagyon-nagyon jó a kommunikáció. Tehát minden információt megkapunk időben, mi ugyan intézmény fenntartók vagyunk, de ha a Manuzsa úrhoz e-mailt írunk, akkor fél órán, három órán belül megkapjuk azokat az e-maileket, amit ő választott. Most legutóbb például ő is arról számolt be, hogy és ezt is szeretném mindenképpen kiemelni, én a kollégáimtól is ezt kértem, hogy ez egy annyira új dolog, és most mindenki szeretne bizonyítani, meg a lehető legjobbat kihozni magát, hogy az arányokra nagyon oda kell figyelni.
Államtitkár úr is pont egy ilyen személyes e-mailben említette, hogy hát ő is látja a gyermeket, van úgy, hogy még vasárnap is kap házi feladatot gyermeke. Tehát nyilván itt én azt kértem az összes intézményvezetőmtől, a kollégáimtól, hogy a lehető legnagyobb türelemmel és egy pici lassúsággal viszonyuljunk ehhez a dologhoz, ez mindenkinek új dolog. Ne árasszuk el feladatokkal a diákokat, mert ez most egy teljesen speciális helyzet. Más helyzet. Mi lesz az érettségizőkkel? Már próbáltunk is nyilván ezzel kapcsolatban érdeklődni, hát még nyilvánvalóan nagy a bizonytalanság, de ön mit lát most, hogy így azért most már két hete benne vagyunk, és még valószínűleg benne leszünk egy ideig, de már azért annak az esélye, hogy az intézményekbe visszamennek a diákok ebben a tanévben. Én jelen pillanatban ennek az esélyét igazából nem látom. A visszajelzéseinkből az derül ki, hogy az érettségiző diákok azok, akiknek, hogy úgy mondjam, ő már elmúlt a humorérzékük, tehát ők már azért annyira nem érzik komfortosan otthon magukat. Tehát ők azért látják és érzik, hogy ebben a speciális időszakban nekik sokkal, de sokkal nehezebb készülni, mint mondjuk abban az iskolában, ahol mondjuk az órákra járás, meg a délutáni elfoglaltságokat, meg az emelt szintű órákat persze akkor nyomásnak, meg pressziónak érezte, mert hogy ő már érettségizik, és hogy miért kell neki ennyi kötöttségben lennie, de ma már azért két hét eltelt, és most már azért jönnek ezek a visszajelzések, hogy azért mégiscsak egyszerűbb lenne ott bent tanulni, hogy figyelnek ránk, hogy rendszert visznek az életünkbe. Én úgy gondolom, hogy nekik a legnehezebb. Szerintem egyébként a bölcs intézményvezetők ebben az időszakban elsősorban az ő képzésükre és az ő arányos terhelésükre helyezik a hangsúlyt, mert nyilván mindegyik évfolyamban fontos a tananyag mindenhol, de azért itt az érettségi az, ami egy olyan vizsga, emelt szinten is és középszinten is. Tehát ne felejtsük, hogy van, aki emelt szintre készül, sőt, itt a Komárom-Esztergom megyei oktatási hivataltól kaptunk néhány hónappal ezelőtt egy olyan e-mailt, hogy olyan hihetetlen mennyiségben jelentkeztek például történelem emelt szintű érettségire, hogy nem volt elég tanár, aki vizsgáztasson emelt szinten. Tehát nagyon-nagyon komoly az érdeklődés. Bocsánat, ezekre a felkészítésekkel most szerintem mindenképpen a hangsúlyt fektetni. Mert ugye azért részben kitért erre is tulajdonképpen, hogy azért a végzős diákok az utolsó fél évben a tanévben már csak ismételnek. Ez változó. Változó? Ez is változó, tehát nyilván folyamatosan, tehát mondjuk április végéig van tananyag, 12-ben is. És a tanároknak igazából ez tanára válogatja, hogy mikor kezd bele mondjuk az ismétlésbe, hogy azt már a szeptember 1-től beépíti a tananyagába mondjuk hétről hétre, vagy hónapról hónapra egy-egy ismétlő órába, vagy a végére hagyja. Tehát ezt igazából nem lehet tudni, és itt most egyik napról a másikra lett elvágva a tanév. Tehát ez nagyon nehéz. Én úgy látom, hogy ezeket a diákokat kell most nagyon támogatnunk, az érettségiző diákjainkat. No, hát kitartást kívánunk, és további sok erőt ehhez a megváltozott helyzethez, de hát ahogy halljuk azért, hála Istennek úgy néz ki, hogy helytállnak országosan és meg önöknél is. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, és mindenkinek drukkolunk, és sok sikert kívánunk. Így legyen. A végén pedig egy kis könnyed témával készültünk, hiszen tegnap említettem önöknek, ugye Estót Mártával beszélgettünk, aki időnként celebekkel is készít egy-egy videóinterjút arról, hogy ők hogy vészelik át ezt az időszakot, a karantén időszakát. Most Stoll Luczát láthatják. Szia, Luca! Szia! Milyen ez a kényszerpihenő számodra? Figyelj, nagyon furcsa, meg hát nagyon jó, hogy látod, ilyenekre van lehetőség, hogy ilyen extrém körülmények között az ember a saját lakásából ad interjút. Nem örülök annak, hogy ez a helyzet van, és hogy ennek meg kellett történnie, és hogy nagyon sok ember elveszítette a munkáját, ha csak egy rövid időre, vagy hát reméljük, hogy minél rövidebb időre. Szerintem ennek nincs, aki örül, de közben meg valahogy így nem élem meg tragédiaként, és szépen minden nap egy új részét kitakarítom a lakásnak, vagy átpakolok fűszereket, kiskamrát, nagykamrát, ruhásszekrényt, kis teraszt, úgyhogy így, tehát még szerintem a neheze azért hátra van, vagy hogy még most eléggé az elején vagyunk ennek az egész maradj otthon mozgalomnak.
nem tudom, igen, hogy milyen lesz 3 hét múlva. Ezt akartam kérdezni, hogy hogy készülsz fel a következő 3 hétre, 2 hónapra, mert akár addig is eltarthat, azt mondják. A legrosszabb az egészben szerintem az, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Tehát ez az egy olyan bizonytalanságot, amitől ez az egész, ez számomra talán ez benne a legnehezebb. Meg az, hogy tudom, hogy felélem a tartalékaimat, és úristen, mi lesz. De valahogy megpróbálom benne megtalálni azt, hogy tudom, hogy ez az egész nem azért van, hogy én fejlődjek, vagy változzak, de egy kicsit meg azt érzem, hogy igen, mi ketten vagyunk a párommal, ő dolgozik a kis szobában, mert szerencsére ő meg tudja oldani számítógépről a maga munkáját, úgyhogy mi így ketten lavírozgatunk egy olyan lakásban, amit nagyon szeretünk itt lakni, tehát hogy nekünk ilyen szempontból nagyon, nagyon szerencsés és ideális a helyzetünk. Hát furi, ilyen még nem volt. A múltkor nem érintettük a párkapcsolatodat, most lehet egy kicsit, hogy ha már együtt lesztek otthon, mi az, amiben fejlődni tudsz egyénileg és párkapcsolatilag? Figyelj, ez nagyon érdekes, mert mi most már 6. éve vagyunk együtt, és csináltunk nagy közös nyaralásokat. Azt hiszem, hogy két olyan nyaralásunk volt, amikor 2 hétre, 2-3 hétre el tudtunk utazni, és nekünk azzal soha nem volt problémánk. Tehát mi nem vagyunk balhézvos pár. Ha valami olyan helyzet van, amiben mondjuk nem biztos, hogy teljesen egyetértünk, akkor azt is meg tudjuk beszélni, és nincs tányérdobálás. De hát pont ezt mondtuk mi is első nap, hogy na jó, de most nincs úgy program. Tehát most nem az van, hogy elmegyünk ide, elmegyünk oda, megyünk, hajtjuk, mit kell intézni, hogy kell, hanem hogy most csak így otthon. Úgyhogy nem tudom, érdekes lesz, biztos, hogy nagyon sokat fogunk beszélgetni, meg magunkat ismerve ki fogunk azért találni akár olyan társasokat, vagy valami olyan extra dolgokat, amikkel tudjuk magunkat, vagy tudunk együtt is akár tovább fejlődni, mert ez fontos. De mondom, szerencsések vagyunk, mert azért amúgy is elég sok mindent kibeszélünk. Csak hát ez most más lesz, hogy nem az van, hogy ő elmegy reggel 8-kor, vagy én elmegyek reggel, amikor forgatni indultam, akkor még korábban, és beesek mondjuk este 10-kor előadás után, hanem itt most közösen ebédelünk, szépen amikor kijön a kiszavából, akkor együtt ebédelünk, együtt ülünk ki a teraszra, vagy az erkére egy 1/4 óra 20 percre kicsit ebéd után töltődni, meg egy kis napot magunkba szívni, és akkor utána szépen visszamegy a szobába, 6-kor meg megkérdezem tőle, hogy milyen napja volt. Mit szól a tested, hogy kevesebbet mozog, ha kevesebbet mozog, és mit szól a lelked, hogy kevesebb ölelést és közvetlen érintkezést, társas érintkezést kap? Mert azért egy hét is egy hét. Igen. A testem az, edzettem már, hogy van, igen, most már nagyjából 1 hete 8 napja, hogy itthon vagyunk, és azóta 2 vagy 3-szor edzettem, egyszer jogáztam, és 2-szer így erősítettem, és az így kb. Oké. Hát furi, tehát úgy érzem néha, most is látod, hogy folyamatosan mozgok, hogy úgy van bennem, de ilyenkor mondom, még ma a hálószobát fogom takarítani, úgyhogy ez az a mai mozgás. És az ölelés kérdés, vagy így a társas kapcsolatok kérdése, az meg megint furcsa, mert én nem vagyok annyira ölelkezős például, és ezt egyelőre nem érzem, nem érzem úgy, hogy ez nehéz lenne. Mert a barátaimmal telefonálok, vagy összeírogatunk a tesómmal, anyukámékkal is facetime-ozunk, úgyhogy az még így van, hát ölelgetjük egymást a párommal. Ez is, ehhez is még el kell telnie szerintem időnek. Én mindenféleképpen arra gondoltam, hogy egy kis tanulmányt folytatok, hogy itt is, mondjuk, hogy titeket megkérdezlek, meg egyéb közösségi felületen is, hogy vajon hogy fog ez minket érinteni. Mert voltak háborúk, voltak forradalmak, mindegyikre van egy mintánk, amit megéltek a nagyszüleink, a szüleink, vagy egyéb, de hogy erre, ami most történik, nincs minta. Igen. És nem tudjuk, még mi sem tudjuk, hogy mit hoz ki. Mert akinek
különböző korlátai voltak, most akár mozgásban, akár gondolkodásban, akár egyéb, megvolt, de hogy most azért több annál, nem? Igen. Igen, és itt megint visszatérünk oda, hogy ez az egész dolog egy ilyen láthatatlan, fura valami, amiről nem is az, hogy látod, hogyha valaki tüszög, akkor nem mész a közelébe, mert nem tudod, hogy valaki oda nyúlt az a kilincshez, amit te megfogtál, és lehet, hogy attól te már gyorsan kezet mostál, de előtte valahogy úgy rajtad maradt. Tehát, hogy az egész olyan megfoghatatlan egy darabig, és nem tudod, hogy te jó, én most kicsit érzem, hogy az orrom, mintha bedugult volna, és csak azért dugult be, mert nem tudom, csak reggel van még, és ébred az egész testem, vagy azért, mert ez már valami tünet. És hallunk millió dolgot, ilyen szempontból nem biztos, hogy jó a közösségi média, hogy tényleg én is, mint az őrült egész nap nézem, szerintem sokkal többet van a kezemben a telefon, mert csak azt mondom, hogy na, még egy, itt találtak, ott találtak, ez igaz, ez kamú, nem, tehát hogy nem tudom, hogy jó-e, hogy ennyi info áramlik, és közben meg, hogy az is most hogy áramlik, hogy nem, mi igen, mi nem, szóval nem tudom, nem otthon maradunk, mert az a legfontosabb, hogy minél előbb visszaálljon a normális rend, mert azért ez óriási teher. Nekem is van nagyon sok, akár a családban is olyan vállalkozók, akik emberi sorsok családoknak adnak fizetést, és ezzel kenyeret az asztalra, és hogy azért ez nem játék. Arról nem is, tehát hogy a színház, tehát hogy érted, most ott vannak azok a színházak üresen, és mi is, én is nem havi fixen vagyok, hanem előadáspénzen, tehát hogy most embereknek, nekem is kollégáimnak nem nulla forintot keresünk ebben a hónapban, vagy nagyon-nagyon keveset. Tehát, hogy ezeken meg, és ezeken sem szabad, vagy ezekre sem szabad szerintem ráparázni, mert akkor meg az meg tényleg az őrület. Úgyhogy ez a nehéz, ezt megtalálni, hogy valahogy úgy lelkileg ebben az egészben stabilan tudjunk maradni. De tök jó kezdeményezések vannak, tehát én is láttam, hogy talán ez a France Hungary, azt hiszem, ők azok, akik összekötik a hirtelen munkanélküli véletteket, vagy álláskeresőket munkaadókkal, és én is látom millió futárszolgálat, árú kiberakodás, tehát hogy van, és meg lehet találni. Úgyhogy nekem is megfordult a fejemben egyébként, hogyha így nagyon besokkalnék, akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy kipróbáljam magam olyan területen, amire amúgy az élet nem biztos, hogy sodort volna. A tegnap patikába voltam, és azt láttam, hogy sem maszkjuk nem volt, nagyon közel álltak egymáshoz, és konkrétan megbeszélték, hogy ki mit fog főzni. Na most ilyen esetben én például nem éreztem azt, hogy oda kell mennem szólni, mert úgy voltam vele, hogy azért a patikában a gyógyszertáras talán látja, és akkor szól nekik, és mintha. De aztán elgondolkodtam, hogy vajon helyes-e vagy sem, tudod, ez a fajta magatartás. Úgyhogy nem tudom pontosan. Azt mondom, hogy igen, ha egyedül sétál valaki, igen. Egy ilyen helyzetben, amikor közösségben vannak és egymással beszélgetnek, nem biztos, vagy nem tudom. De hát nem tudjuk. Szerintem hallgassunk az ösztöneinkre, nem? Igen. Hát figyelj, nekem ma le kell mennem zöldségért, gyümölcsért, mert egészen megfogyatkoztunk most, hogy itt a gyümölcsestára is ránézek. Úgyhogy majd meglátjuk, hogyha valaki úgy szembesodor velem az élet, hogy úgy érzem, hogy itt az idő megszólalni, akkor majd írok egy SMS-t. Én örülök, hogy jól vagy, hogy mosolyogsz, úgy, ahogyan megismertelek, és ha megengeded, egy hónap múlva jelentkezem újra. Jó, jó. Hát figyelj, kíváncsi vagyok. Meglátjuk. Biztos, hogy más lesz egy hónap múlva, tehát azt tartom, hogy nagyon az elején vagyunk, de valahogy erősítsük magunkban azt, hogy ezen gyorsan túl leszünk, és lehet, hogy ez az egy hónap, majd a negyedik hét, meg az ötödik hét az nem fog annyira jól esni, de valahogy a nagyobb jóért ezt most be kell nyelni. Nagyon szépen köszönöm, Luca. Kitartást kívánok, és nagyon jó takarítást. Köszönöm szépen. Nagyon jó takarítást. Jó egészséget, vigyázzatok. Köszönöm szépen, most ti kezet. Is. Te is. Szia, szia. Szia.
Ennyi volt a Háttér Extra. Ezen a héten természetesen azért hétvégén is szemmel tartjuk és követjük az eseményeket, ha bármi olyan történne, akkor természetesen azt közöljük önökkel, ami a térséget illeti a járvánnyal kapcsolatosan. Vasárnap 10 órakor misét közvetítünk élőben itt az RTV-en, illetve ezt követhetik a weboldalunkon is, és természetesen a rendkívüli híradóval és a Háttér Extrával is folytatjuk jövő héten. Minden jót kívánok, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.